A stratégiai kommunikációs csoport ma déli tájékoztatása szerint 2738-ra nőtt az igazoltan koronavírussal fertőzött személyek száma. Ma délig 94 halálesetről számoltak be, ami azt jelenti, hogy az elhalálozások száma csökkent, az előző napi jelentéshez képest 8 halálos áldozatot szedett a kór. A gyógyultak száma elérte a 267 személyt. Az utóbbi 24 órában 278 új koronavírusos esetet igazoltak, többet, mint az előző 24 órás időszakban, de kevesebbet, mint tegnap előtt. Az utóbbi napok tendenciája az igazolt esetek számának lineáris növekedése, miközben az elhalálozásoké enyhén csökkent, ugyanakkor a gyógyultak száma 15 fővel gyarapodott. Hosszú napok után először tette közzé hivatalos információkat az igazolt esetek megyénkénti eloszlásáról, talán annak a következtében, hogy egy független újságírókból álló csoport különböző nem hivatalos forrásokból megosztott egy hasonló statisztikát. Ezek szerint a legtöbb fertőzött Szucsáva megyében van 701 eset, míg Bukarestben 505 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Az egyetlen megye, ahol továbbra sincs egyetlen fertőzött sem, az Hargita megye, míg Kovásznában 34, Marosban 30 Kolosban 105, Biharban 39, Szatmárban 16, Szilájban 6, Brassóban 117 esetet tartanak számon. A jelentés szerint a fertőzöttek közül jelenleg 78 szemét ápolnak intenzív osztályon, ám most először a jelentésben nem szerepel a súlyos esetek száma. Eddig az időpontig az országban 28.483 tesztelést végeztek el. Románia területén jelenleg 15.407 személy tartózkodik intézményes karanténban, 114.000 személy pedig otthoni elkülönítésben. A belügyi szervek eddig 271 bűnügyi eljárást indítottak a betegség leküzdésének akadályozása. Cím. A karantén szabályok megszegése miatt az elmúlt 24 órában 555 büntetést szabtak ki, míg a kijárási tilalom megszegői ellen 7385 esetben róttak ki pénzbírságot, összesen 10,5 millió leértékben. Világszinten a fertőzött személyek száma vészesen közelít az egymillióhoz, azonban egyötödük 195 ezer személy már kigyógyult a betegségből. A koronavírus fertőzéshez igazoltan köthetően több mint 47 ezer személy hunyt el, legtöbben több mint 13 ezeren Olaszországban. A legtöbb esetet az Egyesült Államokban tartanak nyilván 217 ezer fertőzöttel, míg Európában Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a leginkább érintett. A számok tanúsága szerint Olaszországban a járvány görbe stabilizálódott. Az olasz polgári véderemnek az elmúlt tíz napot összesítő adatai szerint a naponta újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma nem emelkedett számottevően, valamint jelentősen visszaesett a kórházi kezelésre szorulók aránya. Giuseppe Conte miniszterelnök azonban hangsúlyozta, nem enyhítenek az óvintézkedéseken, mert súlyos árat fizetnének érte.